Azonos pontszámmal, jobb gólkülönbséggel lett hetedszer magyar bajnok a DVSC futballcsapata, amely a 21. század meghatározó klubjaként aranyérme mellé hipermodern új stadiont is kapott. A szurkolók meg is töltötték már az elmúlt hetekben többször Debrecenben. Az év játékosa az NB1-ben a DVSC-t erősítő Szakály Péter lett, az év edzője pedig mesterük Kondás Elemér, akit már is Skype végre kapunk, hogy a szezont értékeljük vele. Jó reggelt kívánok, mester, hall minket? Igen, jó reggelt, tökéletesen. Köszöntöm a nézőket. Gratulálok az év edzője címhez, és hadd kérdezzem meg, hogy miben volt jobb az év trénere a többieknél? Nagyon szépen köszönöm. Tulajdonképpen egy szavazás eredménye ez, ahol minden klub az edzőknek, csapatkapitányoknak, a legfiatalabb és legidősebb játékosoknak szavazni kellett különböző kategóriákba, és hát így lettem én az év edzője, ami óriási megtiszteltetés, ugyanis a szakma szavazott, és ez mindig nagyon fontos. Ha egy kicsit, és ne legyen szerény, saját magát értékeli, akkor tréneri tulajdonságai közül az, hogy például a bajnoki címen és a csapat teljesítményen túl személyesen, trénerként, melyek azok a tulajdonságai, amelyeket a legjobbnak tart, ami leginkább működött itt Debrecenben is ebben a bajnoki szezonban? Én úgy gondolom, hogy eddig is, tehát nagyon fontosnak tartom a rendet, fegyelmet az öltözőbe, azon kívül szeretem a pontosságot, és nyilván szeretem a munkát, tehát a munkában hiszek. Amennyiben valaki lezser vagy lazáskodik, akkor komoly büntetésekre számít az ön praxisában? Hát mindenek megvan a megfelelő helye és ideje, természetesen. Hogyha úgy vagyok vele, ha dolgozni kell, akkor dolgozzunk, ha szórakozásnak van az ideje, akkor pedig szórakozzunk. Nyilván, hogyha ha valaki olyan kihágást követel, akkor természetesen jár ért a büntetés. Azt mondja meg, hogy milyen volt a szórakozás, amikor eljött az ideje, tehát amikor meglett a bajnoki cím. Hogyan ünnepelték, hogyan mulatott a társaság? Az igazság, hogy ugye nem így terveztük, győzelemmel szerettük volna zárni ezt az estét is. Egy picit, egy rövid ideig azért ez egy kicsit keserű volt, viszont utána a játékosok felszabadultak, és hát ilyenkor szokásos forgatókönyv szerint kicsit folyt a pezsgő, és közös vacsora volt, és utána még a csapat együtt maradt egy rövid ideig, aztán mindenki megtalálta maga szórakozását. Na most lehet mondani, hogy ezek szerint akkor a magyar sírva vigad, ez az utolsó meccs valóban talán sikerülhetett volna jobban ekkor a közönség előtt. Leeresztettek? Mi történt? Nem, itt a végén? Hát mindenki látta a mérkőzést. Rengeteg helyzetet kialakított a csapat, gördülékenyen vezette a támadásait. Sajnos ott a koncentrációval volt egy kicsi probléma, és nem tudtunk gólt szerezni. Utána ugye a Kispest lőtt egy kontrából egy gólt, és onnantól kezdve pedig nem volt könnyű a mérkőzés. Na most az év edzője az év játékosát, Szakály Pétert is a csapatában tudhatja. Önnél is a debreceni játékosok közül maximálisan ő volt a favorit az egész bajnoki szezon alapján? Nem akarok így kiemelni senkit, viszont azt hozzá kell tennem, hogy a Szakály Péter egy nagyon fontos láncszeme a csapatnak. Ő a csapat kapitánya, ő tartja a kapcsolatot, ő a kontaktot a szakmai stáb és a csapat között, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon meghatározó személyiség a csapatnak. Ön vezetőedzőként elsősorban milyen feladatokat ad a csapatkapitánynak, tehát milyen speciális helyzetbe hozza őt, és milyen speciális helyzetben van önnél a csapatkapitány a pályán? Hát az igazság, hogy a kapitánynak kell lenni az összekötő kaposnak, és hogyha valamiben változtatni kell, vagy valamilyen megoldásokat kell alkalmaznunk a mérkőzésen, akkor elsősorban vele üzenem meg, hogy vele beszélek, de a hétköznapokban is kikérjük a véleményét olyan dolgokban, ami nyilván a csapatra tartozik, és hogyha neki is van valamilyen meglátása, vagy a csapat kérése, akkor ő tolmácsolja a szakmai stáb felé, vagy a vezetők felé. Ha ezt a hetedik bajnoki címet értékelni akarja, és ezt az egész bajnoki évet, akkor elsősorban mi hozta a sikert? Kívülről úgy tűnik, hogy nagyon fontos kifejezés lehet a Debrecen esetében ebben az évben a kiegyensúlyozottság. Egyetértünk, igen, a csapat egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, amiben természetesen voltak ilyen is olyan eredmények is, viszont mindig egy jó szintet tudott hozni, valamint mindig csapatként működött, nagyon jó közösséget alkottak a srácok, és mindig ki tudták egymást segíteni az adott szituációkban.
Ha visszagondol arra, amikor ez a bajnokság elindult, és magában latolgatta a riválisok erejét, és azt, hogy hogy alakulhat ez az egész idei szezon, akkor ahhoz képest, amit a végén látott, mekkora eltérések vannak? Nagyon nehezen indult ugye a bajnokság, nem is a bajnokság, hanem a nemzetközi kupa. Norvégiában egy jó eredményt értünk el, viszont a hazai pályán ezt nem tudtuk a továbbjutást kiharcolni, és ott úgy éreztem, a srácokban van egy csak azért is, és a bajnoki mérkőzésen viszont nagyon jól szerepeltünk. Az megint más, hogy a várakozás az mi volt, ezzel nem igazán szoktam így törődni, mi csak saját magunkra próbálunk koncentrálni, azért dolgozunk, hogy a lehető legjobb eredményt el tudjuk érni, tehát nem szoktam belemenni ilyen esélylatolgatásokba, hogy hova érhetünk, mi lehet a mi pozíciónk, hanem folyamatosan dolgozunk, és nyilván a lehető legjobban szeretnénk teljesíteni minden mérkőzést, aztán ez jött ki belőle. Na de hát a riválisok, arra is gondolok, hogy gondolta volna az elején, hogy a Győr lesz az a csapat, hát ugye a bajnoki címvédéről beszélünk, amelyel gyakorlatilag a végén fejfej mellett haladnak a bajnoki cím felé. Természetesen van itt több csapat, akivel folyamatosan számolni kell. A Győr mellett ugyanúgy óriási vetétás volt a Videoton, de a Ferencváros sem szabad félváron venni, tehát ők is ugye nagyon jól erősítettek. Azt mondom, hogy a Diósgyőrrel is számolni kell. Tehát rengeteg olyan csapat van, aki azt mondom, hogy bárki bárkit meg tud verni a bajnokságba, tehát én úgy gondolom, hogy mindenkivel számolni kell. Említette a csapatmunka fontosságát, hát a 66 gólt 19 játékos szerezte. Ez mennyire fontos az, hogy sokszor, még akár a találatoknál is eléggé egyenletes az eloszlás? Igen, ez is mutatja, hogy most nem volt kifejezett gólfelelősünk, mint ahogy a tavalyi vagy a tavaly előtt évben, amikor az Adamo Koulibaly egymaga nagyon sok gólt termelt, hanem most mindenki kivette a részét. Ez valahol jó, mert nem csak egy ember kell semlegesíteni az ellenfélnek, hanem itt több mindenkire kell figyelni. És hogyha nem tudott éppen a csatár gólt szerezni, akkor jött a középpályás, jött a védő. Ez mutatja a csapat erejét, hogy amikor kellett, akkor mindig valaki be tudott találni. Most a hétvégén nem sikerült. Na most mondhatjuk azt, hogy erősödik a keleti régió, mert gondolok arra, hogy bajnok a Debrecen, igen jó szezont futott a Diósgyőr is, a Nyíregyháza ismét a legjobbak között, az NB2-t megnyerve. Mitől jön föl ennyire a kelet? Nagyon örülünk annak, hogy ebben a régióban is több csapat szerepel majd az NB1-be, ez nagyon fontos itt ezen a környéken. Fontos, ugyanolyan rangadókat játszunk mi is, mint esetleg az Újpest-Ferencváros Pesten. Tehát én úgy gondolom, hogy többet áldoznak itt most a labdarúgásra, és ezek a nagy csapatok, mert ugye a Nyíregyháza is oda tartozik, a Diósgyőr is oda tartozik, ezek most tudnak olyan csapatokat kialakítani, akik versenyben tudnak lenni majd az NB1-ben. Mester, innentől kezdve el kell kezdeni majd tervezni a következő szezont. Melyik a fontosabb, ezt a jelenlegi csapatot nagyjából egészében együtt tartani, vagy komoly, jelentős neveket hozni a következő szezonra, mert lesznek komoly feladatok jövőre is? Gondolom csak a Bajnokok Ligájára. A legfontosabb az, hogy a csapat együtt maradjon, és természetesen néhány ember frissítésre szükség van a csapatnak, mert most teljesen felesleges lenne egy egészen új csapatot építeni, annak hosszabb időt vesz igénybe, úgyhogy mi azt az utat járjuk, hogy néhány friss emberrel megerősítve a keretet minden lehető legjobb állapotba hozzuk ahhoz, hogy a nemzetközi kupába jól tudjunk szerepelni. Azt egyelőre bár még nem jelentettek be neveket, de a hírekből azt tűnik, hogy azt elkönyvelhetjük, hogy a ferencvárosi Jovanovics önöknél folytatja, igaz? Így van, ezt meg tudom erősíteni. Hadd kérdezzem meg, ugye 2012-ben 14 légiós volt, most 9. Ez egy nagyon is tudatos csökkenő tendencia? Természetesen az elnök úr is beszélt közel egy éve arról, hogy egy önkorlátozást vezet be a klubunk, és meg szeretné húzni a határt, és szeretnénk, hogyha a külföldiek számát kicsit minimalizálni.
Mi a helyzet a válogatott Varga Józseffel? Eldőlte már a sorsa. Gondolom, ő nagyon szeretné, hogyha Debrecenben játszana. Varga Józsefnek lejárt a kölcsönadási szerződése, és a DVRT-vel még 2 éves szerződése, élő szerződése van, úgyhogy Varga József a DVRT játékos. Az még egy nagyon fontos, az új stadion, bár egy szót ejtettünk róla, de még annyit. Mit gondol, mennyit fog jövőre az átlag nézőszám nőni az új létesítményben és az új létesítmény hatására? Én úgy gondolom, hogy egy nagyon magas átlag nézőszám lesz, tehát magasabb lesz, mint eddig volt. A kulturált körülmények között tudnak a szurkolók a stadionokban helyet foglalni, szórakozni, szurkolni a csapatnak, és remélhetőleg jól fogunk teljesíteni a nemzetközi kupába, és én úgy gondolom, hogy a sikert azt mindenki szereti. Mester, végül azt kérdezném, hogy a Bajnokok Ligájában van-e kívánsága, kiket kerülne el, inkább a balkániakat, inkább az északiakat, vagy inkább a nagyon távoli keleti csapatokat? Nincs kívánságom, nem szoktam kívánni, ezt rábízzuk a sorsolásra. Fontos, hogy kell szerencse a sorsoláshoz természetesen. Még egyszer gratulálunk a bajnoki címhez, meg az évedzője címhez. Köszönöm szépen, hogy velünk volt. Köszönöm szépen.